Sziasztok! Ma folytatom a Total War Warhammer 3 Realm of Chaos speciális kihívásos végigjátszásomat Ketével, azon belül Yuan Bo-val. És mit maradt abból, hogy megtámadtam ezt a várost, ugye, hogy mentsen egyet a játék. Ez csak egy sima automatikázás. Nagyon jó. És irány vissza ugye saját területre. Oké, ugye jelenleg azon vagyok, hogy kiépítsem ezt a provinciát például 5-ös szintre. És akkor tudok képezni egyből aranygerendás, Celestial Dragon Guardot és Dragon Crossbow-t. Ó, várjunk, Winds of Magic Manipulation. Ó! Ó, most már van ilyen képességem, hogy... hol legyen jobb mágia? Aha, király! Mondjuk itt nem. Itt se. Itt se. Itt se, és akkor... legyen itt max. Meg itt. Meg itt. Ide igazából ugye nem kell komoly Winds of Magic, de a fronton lévő városokban ott legyen. Ja. Itt ugye akkor... itt, ha minden igaz, ugye nagyon-nagyon gyenge a Winds of Magic. Igen. Minusz 10 összesen. Oké. Okay. Itt pedig... rendkívül erős, plusz 40. Oké. Oké, oké. Fel vagyunk turbózva. Fel vannak turbózva a seregek. Ó, várjunk, mondjuk plusz 40 a vizé miatt. A képesség miatt, ugye, hogy... extra 15 körönként, ja. Rendben, legyen még egy körváltás. Plusz ugye azon vagyok, hogy még leképezzek két paraszt sereget. Mert ugye... Yuan Bo-val és ugye Zhao Ming-el akarok menni délre, de ugye a megszerzett területeket be is kell védeni. Á, fosszam ki azt a várost. The Celestial Blacksmith. Alchemist of Shangyang. Lord Magistrate, join me in the war room. Oké, okay, esetleg még egy bürokrát. Majdnem. Astroman. Outcast, I shall battle. I desire their research. Ah, itt van Kairos Fate Weaver. És megérkeztek a ezék, a Körgen csapatok, de jó. Az jó igazából. Extra XP az ott lévő seregeknek, lordoknak, plusz ugye, ha legyőztük őket, extra pénz. Keeper of Wuxing. First among warriors.
Oké, legyen még egy körváltás. Annyi az egész, hogy az ellenségek kicsit eltűntek, sajnos. Oké, bár itt most már jön egy gyengébb sereg. A gond az ugye, hogy gyorsan nem tudok haladni, mert sose lehet tudni, mikor szaladok bele ugye nagyobb ellenségbe, vagy véletlenül ugye megtámadnak egy gyengén védett várost. Oké, bár Kairos Fateweaver ugye hamarosan támadást indít az egyik kapu ellen. Shogungan Lord reporting. Oké, a következő körben elkészül ez a sereg. Plusz visszakaptam azt a Dragon Blooded Shogunga. Következő körben, oké. I serve the Shadow Court. You serve Cathay elsewhere. I will rid them of all fatigue. Get out of my mind. Hát mondjuk egy ekkora sereggel jönnek, az igazából nem nevezhető seregnek. Mondjuk nekem ugye mivel két paraszt seregen van, ezért igazából az ellenségnek egész jó esélye van. Főleg automatikázáson. Jön Sartorial the Everwatcher is. És ott van Kairos Fateweaver. Oké, az a baj, hogy ez a hős már 17-es szintű. Jó lenne, ha csatlakozna egy seregbe, és legyőzném ugye a sereget, akkor meghalna. Oké, azt mondom, hogy a Kurgan hadi csapatok megindulnak. Ám bár... Ja, mészárlás. Ja, ez túl gyenge. Túl gyenge ellenség, az a baj. Az a baj, hogy túlságosan gyengék. De egész jó XP-t kapnak a seregek, meg a lordok. Oké, és akkor... Ide. Akkor ki kell cserélni ugye a bürokrátra. Itt van. És kell neki ugye cuccot is adni. Vagy zászlókat. És ugye legyen ez. Ezt a kettőt egybe rakjuk. Két obszidián amulett. Oké, ez sem tűnik rossznak. Tökéletes. Csak 372 dénár bevétel. Ha leképzek még egy sereget, akkor már igazából mínuszban leszek. Még egy bürokrát. Tökéletes. It befits my high station. The
Oké, amúgy arra gondoltam, hogy itt ugye van kettő Celestial General sereg. Az úgy fog kinézni, hogy ugye az egyik Celestial General sereg, meg ugye a Dragonblood Suganga sereg lejön ide, és ugye lesz egy Celestial General, meg egy bágus együtt. Oké, és full ingyen építkezés, plusz Matter of State és Rush Construction. Tökéletes. És kell ugye ez, meg ez. Ez is. Meg ez. Vagy... Legyen tüzérségi épület, legyen a tüzérségi épület. Várjunk, ezt átépíteném. És ez szintén. Mert ugye most már az olcsóbb építkezés, meg a lakosságnövekedés, ez is ad ugye lakosságnövekedés, de a másik ugye adott olcsóbb építkezést is. De igazából az már nem kell. És ugye megcserélem a kettőt. És akkor megmarad ugye a harmónia, de ez ugye ad 6%-kal több bevételt ugye a helyi provinciában. Minden épületből. És az jó. Vagy... Várjunk, marad ez, és ezt átépítem. Ja. És úgy megnövelem a bevételt egy kicsit. És elméletben megmarad a izé is. A harmónia. Ebből lesz yang, ebből lesz yin. Tökéletes. Tökéletes. Oké, hősökkel... Ide. Á, csak success lett az a baj, de... kapott valamit... Tudszod? Extra 8% esély az meggyilkolni egy ellenséget, az jó. Á, igazából nem olyan vészes sereg. Oké, kell ugye a Stand Your Ground, kell a Blades of the Bastion, és magát a Lordot fejleszteni. Magistrates can watch from the rear, but fighting or dying, I inspire my men. They will suffer elemental wrath. Nagyon jó volt. Serve from the front. Offspring of dragons. Many feet, one purpose. Oké, így ugye egy kicsit olcsóban építkezünk. Celestial ancestors. Celestial ancestors. For Grand Cathay. Várjunk, a következő körben át kéne jönni ide. Vagy előbb ide. Exhaustion is inefficient. Nagyon-nagyon szépen fejlődnek a városok. Oké, itt amúgy hamarosan lázdás lesz. Igazából 4 kör? Király, 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 nagyon jó. Tíz kör és tovább tudom fejleszteni a várost. Itt pedig...
Három kör, oké? Okay? Ugye körbejárom itt a izét, a provinciát, és irány vissza. Servant of the Dragons. Várjunk, ő szintén ugye bürokrátja. The Jade Dragon. Oké, legyen egy körváltás. Oké, jön ugye Sartorial the Ever Watcher. Szabotált a várost. Oké, azt hiszem megtámadják a kaput. Ja. Ám már ott csak egy sereg van, ide jön ugye kettő? Igen, ide jön kettő, de ott fent csak egy van. Viszlát! Várjunk, a másik sereg az visszavonult, oké. Okay. Itt meg van egy sereg, de ugye meg tudom támadni én őket. Ó, várjunk. Plusz 20 százalék changing in strength. Várjunk, az... Change of winds of magic changing in strength. Szóval 20%-kal nagyobb esély van arra, hogy a mágia erősebb lesz, erősebbre fordul. Student of forbidden science. Valami olyasmi. Favored wizard Zion the young search. General. Few would turn down such weaponry. First among warriors. A fine addition to my armory. Celestial General. Earn the Emperor's Show them mercy. Child of the Nine. Próbálnak bejutni, de ugye... Igazából nincs esélyük rá. Alchemist of Shamia. Perhaps an elixir of timelessness. A formula to stem all recovery. Oké, lett ugye lova, de az neki nem kell. Emperor's flag. Allocate shifts as required. A gift from my ancestors. Rendben, és itt ugye folytatódik a képzés. Igen, át kell jönnöm ide. Nem kaptam még egy bürokrát. Oké. Okay. És irány ide. Ott is kell ugye építkezni. The Emperor's architect. The House of Secrets. Their knowledge shall be ours. Descended from celestial glory. Oké, okay, az a Nurgle sereg ugye visszavonul, ott van egy nagyon kis csapat. Ruler of the se- Plusz a legtöbben igazából békét akarnak.
humility in all things. Hát, ahogy elnézem, a Creative Assembly még mai napig is lökött. Megostromolják a kaput, és veszítem az embereket annak ellenére, hogy... Itt van Cathy ugye a kaputól keletre. nem tudunk bevinni erősítést, élelmet, meg mindent? Holott... mindegy. Inkább nem akarok belemenni. Redouble your speed. Serve from the front. Dragon-blooded sugar. The dragon-blooded. Soldiers, take up positions. Igaz ugye, hogy nagyon-nagyon kevés embert veszítek el körönként. Két katonát veszítek el körönként, és ahhoz, hogy kiéheztessen, 96 körre lenne szükség. Mármint nem két katonát veszítek el körönként, hanem minden egység két katonát veszít el körönként, ami igazából sok embert jelent. Plusz még a városi őrség is. Ja, ostobaság ez így, de hát ez van. Ó, várjunk. Ide. Ó, nem, előbb ide. Utána ide, és... Rush Construction 3 kört. Akkor majd irány oda. Nem akar a játék adni, nézzét. Bürokrat karaktert. Várjunk, 2, 4, 6. Oké, okay, a többi az lángyás. General! Oké, okay, amúgy igazából ki kéne támadni. Hát! Oké. Okay. Meg lett Kairos Fate Weavernek a trétje. Celestial General. That I would need more effectively. Recuperate for the trials ahead. Várjunk, neki megvan a trait? Didn't see that coming. Igen, neki megvan. A gift from my ancestors. Natural authority. Alchemist of Shangyang. It shall be a crippling... Critical success. Gyönyörű. Wow, nagyon szép. Az meghalt. Oké, okay, esetleg igen, ugye van kettő páncél és Talisman of Endurance. Oké, okay, azt egybe rakjuk. Robes of Shangyang. Oké. Okay. Az övé lesz. Én emellé a izé a Standard of Shangyang. Várjunk, az amúgy esetleg egy ilyen technológiai fejlesztés adja ezt a zászlót, vagy hogy lehet olyan zászlót szerezni? Várjunk, ez ugye adja a Great Celestial Banner. Ez adja a Banner of the Empress Eye. A Crowmaneknek plusz 6 bónuszfélyes gyalogság, az nem rossz. Na mindegy. Ó, várjunk. Ja, nem ez. Csak hasonlított a zászló. De nem az. It shall be effortless. Leader of men. Technológia fejlesztés 316%, az valójában jó.
lehetne ugye több is, csak inkább olcsóbb építkezésre használom a ezért az astromonstereket. Oké, na végre itt ugye lázdás lesz. Harmony above all. Cathay Eternal. Oké, és ingyen építkezünk, nagyon jó. Astroman's. Nem akar adni ugye izét, bürokrat. Bürokratát sajnos nem ad. Changyang sends me. Wizard of Warpstone. Their land will suffer. Master of Elixirs. Astro desire their return to Cathay. The dragon blooded. Okay, a következő körben elkészül a sereg, tökéletes. Shaper of the Eight Winds. Humility in all things. Instrument of the Divine. Okay, most már csak 3400-ba kerül, szóval megépítem. Master of the Heavens. Their knowledge shall be ours. Attention. Few would turn down such weaponry. Igen, ugye itt lázadás lesz. General. És igen, ugye Miao Ying frakciója az, tökéletes. És meg is támadják a várost. Nagyon jó. Igazából én nem veszítettem csatát. Én egyáltalán nem veszítettem csatát. Valójában jó lenne Miao Yingnek megszerezni a trétjét ezekkel a lordokkal itt. The Imperial bureaucracy awaits our command. Alchemist ready. Demolition is my goal. Dragons Akalo learn the secrets. I stand ready. Seek their last. Okay, ugye a hősök azok egész jól teljesítenek. Natural authority. It suits my purposes. Nem akar adni bürokratát. A játék. Oké, a következő körben tudom használni a képességet, ugye a Rush Construction. Servant of the dragons. Következő körben ugye visszatér Miao Ying, ha minden igaz. First among warriors. I will be obeyed. A tool worthy of a dragon. Rendben, legyen még egy körváltás. Valójában konfederációt kéne kötni. Ó, lesebesítették az ügynököt.
outcast sorcerer, a mere errand. With pleasure. Oké, az csak lesebesült. Secrets and potions. With pleasure. Oké, szintén csak lesebesült. Celestial General. I would take that to defend my soldiers. I'll fight from the front. To the front line. No mercy for those who resist. Plusz 3 melee defense, az nem rossz. March with speed. It is my calling. You have no right to discourse with the Storm Dragon. Annyi az egész, hogy minél többször fosztom ki, annál jobban megutál, szóval igazából mégse akarom farmolni a trétjét, nem jó ötlet. Én konfederációt kötni akarok vele is, kész. Oké, ez az épület nagyon kell. És azon kívül kapacitás Astromancerre majd. Igen. Irány vissza ide. Utána irány erre. Vagyis itt még ugye 3 kör. Oké, okay, igazából itt kéne építkezni. Várjunk, jelenleg itt ugye az építés lenne 3640. Ide és 3040. Tökéletes. Child of the Nine. Never flag, never falter. Várjunk, ez a két sereg... Nem, ez a sereg ide. Ez a sereg... pedig erre. Avoid ambush. Attention. Oké, kicsit rossz ugye, hogy... minuszom van, de ha megépítem az épületeket, ugye a városaimat kifejlesztem 5-ös szintre, akkor már is jobb lesz. Hú, critical failure, oh wow. Az szép. Várjunk, itt nem tudnák kezdeni valamit. Várjunk, ezt ugye átépítem Yinre, ez pedig Yangre. Ja, 6%-kal több bevétel, nem sok, de számít. Összeadódik ugye egy idő után. Rendben, legyen még egy körváltás. Annyi az egész, hogy nem nagyon történik semmi egyelőre. Az AI nem akar engem támadni, én pedig ugye még nem készültem el, hogy támadjak. Ó, ez jó lenne. Oké, mondjuk mínusz 6000-em lett, de 5 körig tart csak, és extra befolyás ugye a Cathay frakcióknál. Mondjuk a Northern Provinces. Excellent. You have decided to hasten your demise.
General! Lord of Yin and Yang. A thoughtful maneuver. Rest while we can. My honor, sire, their research. Outcast sorcerer. Okay, a következő technológia az legyen ez. Welcome, additions. Do not even try. Hunting for reagents. Rendben, esetleg valami jó hős? Nem. Wow, nem akar adni bürokratát a játék, mi a fene? Oké, két kör ez meg lesz, nagyon jó. Irány ide, plusz ide. My ancestors require it. Shaper of the Eight Winds. Travel with readiness. Várjunk, neki megvan aranyfog trétje, nincsen, de ugye megvan Zsaoming trétje, oké, az jó. Nincsenek cuccok, amiket egybe tudnék rakni. Windshaper. The Iron Dragon's disciple, spreading secret wisdom. Várjunk, ez a kapu 4-es szintű, ez itt szintén, és ez szintén, oké. Okay. 11 kör, és tovább tudom fejleszteni 5-ös szintre. Az nagyon jó. Most ugye két kör leérkezik ez a két sereg, és tovább tudok menni. Ó, igen, ugye bemegyünk a Legion of Asgore területére. Ám bár káosz törpök ellen parasztokkal menni, az nem a legjobb ötlet. Mert ha felvonultatják ugye a izét, a tüzérségüket, meg a nehéz páncélos egységeket, akkor abból gond lesz. Attention! Building harmony. Oké, le kell győzzük aranyfogat. General! Disharmony threatens our order. Acolyte of Warpstone. They will never expect me. Okay, a success lett. Plusz kapott egy követőt, ugye? Assassin követőt. Favored wizard, knowledge and young hours. Astromancer of Grand Cathay. Child of the Nine. Okay, egyelőre az AI nem képez sereget itt. Egész addig még nem képez sereget, addig jó. Heed my words well. Minusz 78. For Cathay to remain safe, you must die. Mondjuk, hogyha megkedvel egy kicsit, akkor jó lesz. Plusz megépül ugye ez az épület, ad extra befolyást. És ha megépítem majd ezt, akkor még 30 befolyás. Oké, amúgy meg kéne támadni akkor aranyfogat. Oké, okay, arra gondoltam, lejátszom. Egye fene. Annyi az egész, hogy nem nagyon történik egyelőre semmi, mert az AI is úgymond kicsit fél megtámadni, mert nincs mivel megtámadjon, én pedig el kell ugye készüljek.
rocket battery. Oké, plusz ugye jön az erősítés, 30 másodperc. Igazából nem a legjobb terep ez, de mindegy. Oké, négy paraszt egység ide, lándzsás, három ide. Igazából még kettő ide, még három ide. Kettő ide. Három íjász ide. Kettő ide. Kettő ide. És egy ide. Plusz a Lord ide. Moon Fang. Hova lőttök ti idióták? Igen, az gyönyörű lövés volt a tüzérség részéről. Várjunk ide, nem is jönnek. Oké, még több embert ide. Szépen be tudtak törni, mert ugye... Itt megtörtek az egységek, meg igazából itt is egy kicsit. Bár nincsenek elegen, hogy győzzenek, de igazából a veszteség az nem lényeg, mert... csak egy sereg ellen harcolok, a másik pedig, hogy talán még jó is, hogy nagy veszteséget szenvedek el. Van esélyre, ugye, hogy kapok bloody trait-et. És army losses. Oké, aranyfogat ugye nem kéne lesebesíteni, mert a csata után le tudom győzni a másik lorddal is. Tökéletes. Valójában az ógrék ellen az ágyú az jobb, mint a rakétás egység, mert ugye a rakétás egység az gyalogság ellen van,
és nem ilyen nagyobb szörnyek ellen. Ugye átlagos emberek ellen van, a emberméretű ellenségek ellen van ugye a rakétás egység. Ah, olyan messze visszavonul. I would take that to defend my soldiers. General. Building harmony. Allocate shifts as required. Marching to war. Oké, okay, csak elveszítettem három egységet, de igazából nem probléma. Attention. To the front line. There is no advantage in punishment. Stay vigilant. Avoid ambush. Dragon-blooded Shugunga. Egyből izével ugye képzem vissza őket ezüst gerendával. Rendben, és... Várjunk, ügynökök. Azokkal léptem. Építkezni ugye tudunk több helyen, de egyelőre a seregeket kell... vagyis a bürokrata a sereget kell ugye bevinni a provinciába. Rendben. Nincs valami képesség, ami adna befolyást egy frakciónál? Van ilyen, hogy Fortress City. Vagy ugye van Commercial District. Aha, és nekem igazából az kéne, Commercial District. Extra bevétel. Igen, igen, igen. Az valójában jó lenne. Csak kéne például négy, négy kőtóken, ami egyelőre nincs. Na mindegy. Majd lesz. I can promise li- Oké, okay, itt ugye még van ez a technológia, és akkor ebből is megvan az egész, utána még van ugye ez, az utolsó fejezet. Oké, okay, az AI nem nagyon képez... nem képzett le ugye senkit, és... Parasztlovasokra akarnak rámenni. Oké. Oké, okay. Okay, itt ugye meglett az ötös szintű főépület, és... Ezt át kéne építeni, és ezt is át kéne építeni. Tökéletes, kell ez. Azon kívül kell ez, és... Ez. Lord Magistrate reporting. Három kör múlva kezdem el ugye építeni eztet. Lord Magistrate reporting. Megpróbálok ugye minél többet kihozni a provinciákból, minél több bevételt adjanak. Oké, okay, irány észak megint. Ah, oh, bürokrat király. Ám bár leképzem itt. Oké, okay, plusz kell neki ugye egy adószedő. És BR neve lesz. BR Zhongshun. Celestial ancestors. Move upon my order. The iron. Oh, oh! Oh, hello. Drashoat the Ashen. Oh, tényleg.
Neki van ugye nagyon király trétje. Nagyon sok lorddal meg kéne szerezni, elképesztően jó trétje van. Ugye extra bevétel a főépületekből, azt hiszem. Ójjjjj. Ambar. Get out of my mind. Ambar. Ebből lesz egy kemény csata, srácok. Hű, mekkora csata lesz itt. Ajjajjaj. Ó, mekkora mészárlás lesz itt. Ujj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 
shall please the dragons. Zhen Yang shows the way. Wherever Cathay needs me. The Celestial Blacksmith. Okay. Nézzük át még itt a dolgokat, és igazából zárom a videót majd ugye azzal, hogy megtámadom Drasshoatot. Celestial General. Celestial General. Alchemist of Shangyang. Shugengan Lord reporting. Secrets and potions. Hol van az a 17-es szintű hős? Valójában az a tervem, hogy aktiválom ezt a képességet, ami ugye 100%, hogy sikerül az akciója ugye a hősöknek. És... van ugye nagyon jó orgyilkoló bónusza már ugye ennek az alkimistának. Szóval van esély rá, hogy azt a 18-as szintű szerintem már, az az ellenséges mágus, hős, fene tudja mi az. És van esély rá, ugye, hogy meg tudom ölni, ugye még mielőtt eléri a 20-as szintet. Ami igazából nagyon jó lenne, ám bár. Támadjunk. Wow, Valiant Defeat, ám bár a következő részben itt kemény csaták lesznek. És ugye föld alatt harcolunk. Hú, a tüzérség meg az íjászok ugye mészárolni fognak. Ó, oh, francba, van egy Skullcracker of... Skullcracker Dreadquake Mortar. Zhao Minget ugye átváltozik sárkányán, rá is küldöm majd a mortárra. Azon kívül, ami veszélyes, igazából semmi. Na jó, talán még Drasshoat maga. Ez mondjuk már a következő részben. Köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül. Sziasztok!